Az egyik nyíregyházi hulladékudvar tárolójába dobja be egy férfi a szelektíven gyűjtött üvegeket. A vármegye székhelyen két erre alkalmas telephely működik. Többek között ez is hozzájárulhatott ahhoz az országos statisztikai eredményhez, mely szerint 2022-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye termelte a legkevesebb szemetet. Magyarországon jelentős eltérések mutatkoznak a települések között abban, hogy mennyi hulladék keletkezik és mennyit szállítanak el hivatalosan. Vannak olyan helyek, ahol évente egy főre több mint egy tonna hulladék jut, míg máshol ez az érték nem éri el a 100 kg-ot sem. Éves szinten a megyébe jelenleg vegyes hulladékból olyan 100-120 ezer tonna keletkezik, a papír, műanyag, fém, üveg, vegyes, szelektív hulladékból, így mondjuk ezt, hogy szelektív hulladékból, abból durván olyan 10-12 ezer tonna, a zöld hulladékból pedig szintén olyan évi 10 ezer tonna kerül a megyében begyűjtésre. A cél, hogy hosszú távon minél több legyen a szelektíven begyűjtött hulladék. Annak, hogy a keletkező szemét mennyisége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legalacsonyabb, több oka lehet. Hogy pontosan melyik hulladék típusokat vizsgálták, nekem erős a gyanúm, hogy kizárólag a vegyes hulladékra koncentráltak. Ennek a mennyisége pedig több okból lehet alacsony. Egyrészt ugye ennek köze van a lakosság fogyasztásához is, tehát minél alacsonyabb a fogyasztás, gyakorlatilag annál kevesebb lesz a keletkező hulladék is, de az is könnyen megeshet, hogy ez annak az eredménye, hogy a vegyes hulladék mellett itt már évek óta nagy hatékonysággal végezzük az egész megyében a szelektív hulladékgyűjtését, tehát a papír, műanyag, fém és üveg hulladékgyűjtését, illetve a zöld hulladékgyűjtését is. Míg Nyíregyházán egy évben egy ember 180 kg mennyiségű szemetet termel, addig a vármegyében vannak olyan települések, ahol ez a száma 300 kg-ot is elérheti. A két hulladékudvar működése mellett ebben nagy szerepe van annak is, hogy Nyíregyházán két hetente gyűjtik össze a szelektív kukák tartalmát.